szépen Dániának és Szilviának. Itt a színpad mellett picit azon gondolkoztam, mintha ezt az estét egy kicsit így Katus Attilának állítottuk volna össze. Pici aerobik, pici tánc, pici szombatesti sztori. Ez mint a drág épült volna ez az egész. Viszont az elején lenne pár kérdésem, amit így a főleg Katus Attilának tennék, hogyha fölfelállt hozzám a színpadra. Hangos tapsújhal keletében. Köszönjük szépen! Feltenném ezeket az általános kérdéseket, amik ilyenkor szívsívesnek alkalmával felszoktak tenni a férfiaknak. Van egy nő ideálod? Nő ideál, érted? Tehát, hogy... Értem a kifejezést. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle nő, sokféle életkorban lévő nő, sokféle alakkal rendelkező nő tud szép lenni. És ugyanígy fordítva is. Tehát a teltebb nők is tudnak tetszeni, a vékonyabb modell alkotó nők is tudnak. De imádom, hogy ilyen diplomatikus, hogy atya úristen. De én szerintem egy férfi másképp gondolkozik, mint egy nő. Tehát, sőt, én egyébként most elnézést kérek, ha bárkit is megbántok, de soha nem értettem, hogy szépségversenyen a nők miért zsűriznek. Hoppá, hoppá, ott érzek egy kis... Egy választ egyébként abszolút meg tudok hallgatni, nem? Elnézést kérek. Nekem azt mondták az RTL-ben, mert én dolgoztam királynőkkel, meg már jó pár szépségversenyen voltam, azt mondták, hogy nem baj, ha olyan eredmény születik, amit a nők szeretnek, igaz, hogy a férfiak más látnak szépnek, mert úgyis a nők nézik a tévéműsort. Tehát ez volt a magyarázat, de én azt gondolom, hogy nekem volt már olyan szerencsém, idézőjelben, hogy férfiakat kell pontoznom, hogy melyik a legjobb jóképű férfi. Ott ültem a zsűriben, nőket is pontoztunk, férfiakat is. Nekem olyan idegen volt, de a nők előszeretettel pontozzák a nőket, csak az érdekes, hogy nem szokott egyezni a véleménye. Mert mi kritikusabbak vagyunk. Mi mindent észreveszünk, amit ti nem, mert pontosan azért nem ott gondolkoztuk, ahol kellene. Nem, én azt gondolom, amikor ránézek egy nőre, a nő vagy tetszik, vagy kellene, vagy el tudnék valamit képzelni vele, vagy nem. Ez az egyik dolog. Ha tetszik, akkor egyetemben jobb pontszámot kap, ha meg nem tudok elkezdeni, akkor kevésbé. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig én egy szépségversenynél mindig az arcot nézem elsősorban. Mert, hogy... Persze. De egyébként tényleg a szemeket elsősorban, arcot, tekintetet, mert én azt gondolom, hogy egy szépségversenyen, ha mondjuk visszagondolunk a szépségkirályokra, akkor soha nem emlékszünk, hogy milyen vastag volt a bokája. Nem emlékszünk. Te emlékszel, ne? De más nézel? Átolt, hogy ennek más néznek. Tehát mi arra emlékszünk, hogy milyen az arca, és esetleg amikor megszólal, mennyire tud bájos, pozitív lenni, hiszen valami jó célt szolgál a szépségverseny mindig, és nem az, hogy hogyan jár, hogy milyen manöken alkat. Engem nem nagyon érdekel az, mert ez egy szépségverseny, nem egy modellverseny. Tehát én mindig az arcot nézem elsősorban, meg azt gondolom el, hogy amit már mondtam. Milyen jól tudnátok egy reggelit készíteni, vagy valami ilyesmi? És itt mindig van egy ilyen vízhang, itt jogsz életed, mondasz bármit, és akkor mondja, igen, egy ilyen vízhang. Nos, hát azt nem tudom, arra kitértünk, hogy mennyire fél a nők alakját ezen, most egy picit így elgondolkoztam. Mert elég komoly sportember vagy. Azt egyébként érdemes elmondani, hogy kicsit magamról beszélek, mert egyébként a kedvenc témám én vagyok. De gyorsan azt elmondanám, hogy én gyerekkoromban én aerobikoztam. Itt azon egy pár hölgyel én találkoztam meg a szolnoki Széchenyi István általános iskolában. És nekünk nagyon nagy szerelmünk volt a pécsi sasok. Úgy a lesz Tuzámen a három ember, és emlékszem, amikor Pestre jártunk. Mi az? Tessék? De hát mit, mind a hármatokban voltunk szerelmesek egyszerre. És emlékszem, amikor Pesten voltunk, egy stepperobik verseny, akkor hárman, vagy négyen, azt hiszem talán négyen voltunk a csapatban, elbújva néztük a három fiút, ahogy éppen melegítenek, és hajlítgatnak, így hajolgatnak előre, és néztük, hogy úristen, de jó pasik ezek. De mindegy, ez már elmúlt. De tényleg, tehát én úgy gondolom, hogy te azért nagyon odafigyelsz arra, hogy a lányoknak például milyen külsejük van, és mennyire figyelnek oda magukra. Furcsa, ez lehet, hogy a válaszom. Én a lányokban azt nézem, hogy milyen a testtartásra. Tehát, hogyha külsőt nézek, akkor a testtartás fontos. Nem azt mondom, engem férfiként, de még edzőként sem zavar, kicsit nagyobb a popsi. Tehát sokan azt gondolják, hogy olyan lányok tetszenek, illetve olyan lányokat tartok egészségesnek, akik vékonyak. Tehát a jó hír az, hogyha valaki egy picit túlsúlyos, de rendszeres testmozgást végez, az egészségesebb, mint az a lány, akinek nincsen túlsúlyos, de nem végez testmozgást. Tehát nem... Ezt most hogy érted? Nem.
de te végzel testmozgást is, és nincs is túlsúlyod, tehát ez a legjobb, ugye? Legjobb verzió. Tehát viszont tényleg, hogyha már itt kicsit lehet szakmázni, akkor azt mondom, hogy hölgyek, és hát az urak is, figyeljetek oda a testtartásra, mert szörnyű azt látni, amikor van egy szép nő, és így tartja magát. Tehát meg kell tanulni mosolyogni, vidámnak lenni, jó testtartással rendelkezni, nőiesen mozogni, tehát a nők nőiesen mozognak, a férfiasan mozognak, és sportolni, egészségesnek lenni, és ezen belül pedig az, hogyha van egy kicsi túlsúly, nem számít. A egyik vörös, a másik barna, így szép az élet, mert mindenki ugyanazt a nőt szeretné megkapni, viszont nagy a változatosság, lehet válogatni. Nagyon szépen köszönjük szépen! Katus Attila! Tovább van, folytassuk a lányok koktélruhás fordulójával. Át is adnám a lányoknak a színpadot. Borok, Boglárt, a kis visszállásról. Sorszámmal gazdag Boglár Kamakóról. Hármas sorszámmal Hell Brigitta Kistelekről. Négyes sorszámmal Jó Gabriella Budapestről. Király Evelyn Debrecenből. De Vivien kis visszállásról. Hetes sorszámmal Nádas Szandra kis visszállásról. Sorszámmal Pohar Elec Noémi Gyuma Endrőről. Kilences sorszámmal Szabó Márta Kata Hódmezővásárhelyről. Szabina Török-Szent Miklósról. Tizenegyes Tóth Edit Túrkevéről.
énekes Veres Nikolett Szolnokról. Borog Boglárka, 2. sorszámmal.
Boglárka. Hármassal, Herz Rigitta. Sorszámmal. Jó, Gabriella. Ötös sorszámmal, Király Evelyn. Hatos, Medve Vivien. Sandra. Nyolcas, Pohara lesz, Noémi. Kilences sorszámmal Szabó Márta Kata. Sabina. Tizenegyes sorszámmal Tóth Edit. És 12-es sorszámmal Veres Nikolett. Történt az utolsó bemutató is, úgyhogy most már tényleg csak a pontok összesítésére lesz majd lehetőség. Továbbiakban pedig szintén pár programra kérem fel a többieket, hiszen itt állnak már a színpad mellett. Színpadra szólítom Kis Adrient és Balázs Nikolett duo Fit Kid gyakorlata következik. Köszönjük Adriennek és Nikolettnek!
Itt Csernus Anna egyéni gyermek fitness gyakorlatát láthatják.
Köszönjük szépen Bencének, Dorinának, Dánielnek és Szilviának. Mindenki kezdett egy picit fáradni, én úgy gondolom, mindjárt be fogok vetni valamilyen trükköt, hogy fölkeltsem itt a nézőket. Ruhába, de ezt majd valahogy... Tudtam. Mennyire jó, hogy magasabb sarkú cipőt választottam ma este, te úristen. Nos, ugyanazokat a kérdéseket, illetve hasonló kérdéseket tennék fel, mint Katus Attilának. Mit nézel meg először egy nőn? Ezt is jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Hát én... Ellentétben az Attilával én nem csak az arcát nézem meg, tehát én megmondom őszintén, hogy megnézem a fenekét, megnézem a cicijét, és nekem igenis fontos, hogy egy hölgy... Próbálok valahogy úgy állni, hogy a úriembernek annyira ne keltsen fel az érdeklődését. De hát nagyon néznek téged onnan már, én is észrevettem ott, hogy ez a jobb oldal, ez itt nagyon nagy fánklubod lett itt, ez lett a műsor. Visszatérve nekem fontos így van az, hogy egy hölgy nagyon dekoratív legyen is, és természetesen az arca is nagyon-nagyon fontos, de én talán nem osztanám azt, hogy csak az arca fontos. Én azt gondolom, hogy mivel én is sportolok 30 éve, ugye most hagytam abba a pályafutásomat, és fontosnak tartom azt, hogy a párom az igenis mozogjon, egészségesen étkezzen, mint ahogy én is ezt teszem, és odafigyeljen az alakjára, úgyhogy számomra fontos a popsi, fontos a cici, és fontos, hogy minden együtt. Ennyi. Viszont nekem... Jár a paps. Nekem se popsi, se fenekem. Viszont, hogy én azt észrevettem, és nagyon sokszor hallottam, hogy a férfiak előszeretettel nézik azért a lányok kézfejét, a lányok lábfejét, nézik milyen a körme, milyen a lába. Tehát én nagyon sok ilyen férfival találkoztam, tehát nekem meglep az Attila válasz és a te válaszod is, hiszen én nagyon sokszor hallottam, hogy a férfiak nagyon odafigyelnek, hogy a lányoknak milyen szépek a kezeik például. Nagyon jól mondod. Messziről elég nehéz ezt megnézni. Az én feleségem kozmetikus, és természetesen nagyon-nagyon fontos, hogy amikor már megismerem a hölgyet, akkor azért adjon, így van, ezekre a dolgokra, hogy manikűröshöz járjon, ugye legyen szép körme, de hogy ő is csinálja. Tehát nekem ez fontos, de hát először, amikor az ember megnéz messziről egy hölgyet, akkor nem látja a kezét, hogy éppen az... Olyankor mi van, amikor látunk egy nagyon dekoratív nőt, mondjuk a mi esetünkben is van olyan, hogy látunk egy nagyon dekoratív fiút, és akkor megérkezik az első bizonyos két-három mondat, ami mondjuk valami iszonyatosan ciki, tehát, hogy nem tudom, nem olyan a hölgy, nem úgy válaszol, valami, vagy éppen nagyon cicababa, például vannak nagyon sok olyan hölgyek, akik nagyon szépek, nagyon jól néznek ki, viszont iszonyatosan Barbie babák, cicababák, akkor ezekkel, ez bejön még a férfiaknak egyébként, vagy nem tudom. Jó, kellemes hölgyek, hát találkozunk velük egyszer, nagyon jól érezzük magunkat, és aztán többet nem találkozunk. Ennyi. És akkor fölhívsz fel, majd várjad, miért fölhívlak. Hát én föltenném még azt a kérdést, hogy szőke vagy barna, de hát egyértelmű. Hát az első feleségem barna, a második szőke. Egyre több információ volt, de... igen. Semmi, csak azt akartam mondani, hogy igaziból abban egyetértek Attilával, hogy minden korban a nőknek más áll jól, és tulajdonképpen nem tudom azt mondani, hogy csak a szőke, csak a barna, mert tényleg valakinek az arc, formájához jól áll a szőke, van akinek a vörös, van akinek a barna, tehát nem mindenkinek áll jól a szőke. Viszont így van, vannak hölgyek, akiknek előnyösebb mondjuk egy barna haj, mint egy szőke. A páromnak nagyon jó áll szerintem a szőke, úgyhogy... Én, ő nem zsűrizik ma este, ugye? Ezt Attila mondta, ő csak elkísért engem, de nem zsűrizik. Tehát én úgy tudom, hogy nincsen női zsűritag, tehát csak férfi zsűritag van, úgyhogy ezt kijavítanám. Tényleg, hoppá, csak férfi tagok vannak most a zsűriben. Viszont, gondolom, elképzeltem az otthoni beszélgetés, hogy szíve meghívtak a Gunország szépen versenyre, embertek nem biztos sehova. Csak velem. Nincs ilyen otthon? Hát elég nagy baj lenne, hogyha ilyen lenne, mert én Debrecenben edzősködöm, ugye ott vagyok a klub elnöke is, és ő pedig Szegeden van neki két kozmetikai szalonja, mi így élünk 4 éve. Én azt gondolom, hogy sőt én játszottam ugye Montenegróba, Kotorba is 1 évet, mikor már vele voltam, nagyon nagy probléma lenne, hogyha
tulajdonképpen nem lenne meg a bizalom, akkor minek vagyunk együtt igaziból. Úgyhogy azt mondta, menjek természetesen, ráadásul ő úgy volt az utolsó pillanatban, hogy nem is tud eljönni, de nagyon örülök, hogy itt van, mert én most jöttem az a Montenegróba a jegyzőtáborból, eléggé elfáradtam, még hajnali 6-ra értünk az, úgyhogy nagyon jó, hogy most itt kipihentem. Köszönjük szépen! Ez két irányból indultatok, Szeged és Debrecen. Találkozunk is úszálláson. Köszönjük szépen! Én gondolkoztam egy olyan játékon, hogy egy picit azért fölkeltsük itt a hangulatot, mert mindenki bealudt. Itt a jobb oldalt, mert pláne eddig a hangodat hallottam, most teljesen le vagy itt csendesebben mellettem. Van egy olyan érdekes, hogy szőke vagy barna, ez mindig így megosztja az embereket, mert ugye vannak férfiak, akik a szőke nőket szeretik, meg vannak, akik a barna nőket szeretik, de általában az a nőknél is van olyan, hogy vagy szőke, vagy barna, vagy vörös, vagy fekete, de általában a szőke-barna variáció van. Én csak annyit szeretnék kérni, hogy ha azt mondom, hogy barna, akkor kiabáljon az az ember, akinek a barna hajú lány tetszik. Ha azt mondom, hogy szőke, akkor a szőkehajú drukkerek kiabáljanak, és akkor összehasonlítjuk, hogy ma este vajon melyik lányoknak van nagyobb esélyük. Tehát rá számítok. Hát akkor azt hiszem ezt rövidre is zártuk. Na, őszintén, tehát barna. Köszi. Kezdjük újra, én rontottam el, jó? Én rontottam el. Tehát 1, 2, 3, barna. Hát ez elég... Viszont. Akkor próbáljuk meg ezt szőkékelni, jó? 1, 2, 3, szőke. Vörös? Ötös. Ja, ötös. Hát, szőke ötös. Az a fix. Jó. Hát én egyébként így barna párti, vagy nem így barna párti vagyok, de hogy úgy hallottam, hogy mintha barnának lenne nagyobb esélye. Hallottam én ezt rosszul, ugye?